Sok szeretettel köszöntök minden közös vendéget itt az Alteregon Klubban, édes tácsokban. Volt már ilyen kicsit nagyobb tapsom, csak jelzett. Mostkársak vagyunk, hogy január 6-a van, még nem illettünk fel az új évre, vagy egyszer felé lennék veled, édes csomag. Egészen helyes kisű vagy. A két kislány ott van a küszöd, amelyik előtted és mögötted áll? Az előtted állóhoz. Heteroszexuális vagy? Na jó, van, akkor megnyugodtam. Szerintem van hozzá között, hogy igen, hetero vagy nem? Hát jól elbeszélgettük. Hogy mit szerelem? Barátok van ilyen, hogy igen, azt mondják, minden önnek van egy meleg fiú barátjuk, vagy nem tudom, hogy a japaszomnak azt mondják. De biztos, hogy jól vagy. Várjál, mert a szoknyám azt fölkapta. Na nem tudom, hogy mit sem. Egy szeken kilógna, mert az ederőben eljár. Na, szerelem! Te itt engem veszel, mint a ura csillagja anyának, de mire a samad, bazd meg? Hát amelyikor a szar rendesen, hogy hajlásság, hadolvasság, vagy népszabadság. Na, meg a szerelmeim, ez a szent volt rajta a szilveszterkor, most elrakom már. Elrakom már, nem ezért mondtam, elrakom már, mert tegnap is ez... Tegnap is ez volt rajta, ma is ez van rajta, de aztán elrakom egy időre. Emlékszik egyébként valaki azokra az időkre, most már lassan ugye 11 éves lesz a klub, amikor még nem volt itt Redfall. Egy vendégem, de olyan a faszomban emlékeztél rá, édes is, tehát még a csatogos palettkét toltad akkor. Mert amikor nem volt még itt Redfall, ilyen csodálatos modern és hát ilyen kis gumikosztályokkal, ez miatt meg sem, de hogy a buzik nem tudnak ragaszkodni, de nem ragaszkodni. Szóval, akkor ez még itt függönyként működött, csak szóval. Tehát ez a recycling, de a barátom az újra hasonlítás. Ha nem, hogy nem kinek szerelem, hogy menj le a színpadról. De ne ülhetsz ide oldalra, nem akarsz te ülni csillagja anyának. Úgyis úgy nézel, mint egy ilyen kis árva gyerek szerelme. A gyerek föl hozzá, hogy aki mossa a nadrágodat, mert nagyon ki van térdepelve. Gyere oda, oda üljél a... Nem oda! Édes Isten, miért? Lerollott itt a troli, hogy befújt a szél, ma mindent látom. De nem baj, örülök, hogy itt vagy csokolád. Voltál már mi nálunk, Bélus? Nem, azt sem mondja, melyik bolygó, melyik. Kérdezzek, hogy hívják? Simon! Mi a faszomért baszogatjátok ezt a szart? Olyan jól szólt, amikor kijöttem. Nagyon jól zápózik, engedd el azt a kurva gombot. Mert a Simonról tudod mi jut eszembe, erre most megtaláltam a villogot, hát csokolna. Tudod mi jut eszembe a Simonról, hát hogy Simon ül a pap Simon, de ez egy barátság. Mindegy, ez egy rémes, száz éves mucska és fejel, és különben se a pap Simon ülj, hanem a faszomon. Annak egy picit több értelme. Ő nem örül, annyira ki nem szalja le, hogy ő ne él örüljek, bazd meg. Hát nem az elének, hogy ő örüljön. Szerelmem, hát a szerintem nekem mind a kettőnek jó legyen. Nekem legyen jó. A többiek meg majd visznak egy kávét, ugye? Én ezt szilárdod, de erről hoztam beszélni. Na! Kérem szépen, ma este egész éjjel azért, hogy a hangulat kifűvő legyen, egész éjjel akciós, a fűtülős párik, a testvérek, odaszkori, mint egy... A vodka mikor akciós? A vodka azért nem akciós, mert az kurvára szeretik a vendéget, igen. Tehát olyanokat szoktuk akciózni, amivel talán nem annyira fűtülőt is szeretik. Egyébként szedészedésben kapható. Neked szerelmem, még a kedvenc fűtülős párikáj? A Málnás pálinka, Karien, drágáim! Ő is egy új fiú, a klubban heteroszex, ő is heteroszexuális kérdés. Ha van először, ki az, aki még ma van először a klubban? A nők nem számítanak, tehát a nők nem számítanak. Csak a fiú, a szűz, kerekfenekű, szörtelen fiú, egyik se stimmel. Én drága szerelmeim, valamelyik nap reggel szalás közben beugrott, hogy basszus, 2018-at írunk, tehát aki 2000-ben született, az lassan legálisan jöhet a klubba.
egy borzasztó, egy borzasztó, vagy számomra legalábbis. Én, aki 1900-ban is sem mondom, hányban születtem. 1900-ban! Hát ez valami elképesztő, hogy már a 2000-ben születettek, pillanatokon belül legálisan jöhettek a klubba. Na, drága barátaim! Valamit még akartam mondani, csak úgy már elfelejtettem. Nézzük a Facebookot, nézzük a nem tudom én eseményeket, hiszen ebben az évben is kiposztolunk minden szak, úgyhogy nyugodtan tessenek onnan tájékozódni. Ne nekem írjatok éjfélkor, hogy milyen buli lesz, szuszter, ha tudjanak. Hanem meg kell nézni a Facebookot, ki van oda rakva minden. Na kérem szépen, indulhat a show! És tegnap elleveztük ezt a frizura költemény, neve van neki, az a neve, hogy Don't Touch Pussy. Hát akkor én megfoghatom. Te meg ide, gyere, ezt fogom. Mi a hajamat akarja mindenki megfogni, ezt érti élő ember? Hát mi hajt, szóval egy műanyag csillag, hát itt az élő hús varázsa. Hát az kell, ugye kis Simon szerelmen? Jóban leszünk, én már látom csak, mosolyak szüntelen, és közben egyen lelalszol. De ahogy felébredünk, tő jó kedve leszünk, Simon szeretjük már most. Na, meg a melegtelem, akkor nincs esett, amit előre belecsapunk a más direktek, szállt az ugró csoport a műsorába. Egy igazán brutális és durva produkcióval kezdjük a mai show-t. Nyalunk egy jót. Maradjunk ennyiben! Nyalunk egy jót! Kívánok a show-t! Nagyon jó szeretnék!